Bár a koronavírus járvány miatt jelenleg üzemszünet van a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szálláshelyein, Répás után továbbra is szívesen fogadják az olyan kis vendégeket, mint a cinegék, a mezei verebek vagy a seregélyek. Az elmúlt időszakban 10 darab újadut helyeztek ki ezen a területen, melynek célja, hogy hosszú távra férő helyet biztosítsanak számukra a fészkeléshez és a költéshez. További szempont pedig a szemléletformálás. Nagyon fontos munkája a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak az ökoturisztikai tevékenységen belül a szemléletformálás, illetve annak a bemutatása, hogy milyen természeti kincsek érhetőek el a Bükkben, illetve a különböző észak-magyarországi természetvédelmi területeken. Ennek a részeként, tehát az ökoturisztikai bemutatásnak a részeként helyeztük ki ezeket az adókat, és a célunk az, hogy az ide érkező, itt megszálló vendégek megismerhessék ezeket a madarakat, amelyek bízunk benne, hogy hamarosan be fognak költözni az adókba. Azok a vendégek, akik ellátogatnak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai szálláshelyeire, bővebb tájékoztatást kaphatnak a természeti értékekről, és a tervek szerint a hazánkra jellemző madárfajtákat is megismerhetik a különleges szállásbővítésnek köszönhetően.